üdvözlök mindenkit! Mindenkit. Május van, egész pontosan május 6-a, kétnapos kerékpár túrára invitálok titeket. Ez itt előttem, azaz mögöttem a Duna. Gödön vagyok, Budapestre már eltekertem idáig, és a mai cél eljutni a Börzsönyi, és ott egy kicsit hegyet mászni. Tartsatok velem! Na, tehát akkor íme a Dunapart, Gödön. És hát akkor felvételt legalábbis innen kezdem, már budapesti gyumbújt én ezt nem akartam megmutatni senkinek se. Íme bemutatom a kerékpárt, nem változott semmit, kapott annyit különbség van, hogy kapott egy első csomagtartót. Ennek a két napnak a célja, azon kívül, hogy jól érezzem magamat, letesztelni a bringet, ugyanis hamarosan nagy túra készül. No, tehát Gödre nemrég kanyarodtam be, és kezdtem is a túrát, bár amit már rég elkezdtem, ugye már 20, majdnem 30 kilométert tekeltem ugye ideig, és ebben a szép májusi, majdnem nyárban megpróbálom kiélvezni ezt a két szabad hétvégi napot. Van egy kis északi szél, úgyhogy remélem nem lesz szélzaj. Naposnak már biztosan ígérkezik ez a nap. Azért a kutya már ott fürdik, én még nem mennék bele, az biztos. Látszik, kicsit már régen jártam erre, mert bejöttem a susnyásba. Valahol elnézhettem egy táblát. Ja, itt a túra elején már le is szögezem akkor, hogy túl sok információt ne várjatok tőlem. Ez olyan élménytúra lesz. Gyakorlunk egy kis földutat is. Titkány. Hello. Még köszönt is. Na, egy 4 kilométer után visszajöttünk a Dunához. Itt van mellettem a fák mögött, el lehet hinni. Elég páros forgalom természetesen van. Ellen nem tudom, mennyire mutatja majd a kamera, de a Naszály lebontott hegy oldalát már látni. Közeledek Vác felé. Ha jól emlékszem, réges-régen lakástól Vácig 45 km volt. Akkor elvileg még max 10 km-en van Vácig. Balra kicsit át lehet sandítani, itt-ott. Ott figyel a Pilis-Visegrádi hegység. Így egyben mondom, mert soha nem tudom elfelezni a kettőt. Na és akkor a túra résztvevőit bemutatnám. Elől a hétvégi jó időt kedvelő kerékpárosok, akik persze nem velem vannak. Köszönöm, jó magam, Bandi bácsi. Nem jött velem senki, úgyhogy velem kell beérni. Illetve
a magyarázkodásaimmal. Itt egy kicsit szétnyílt a erdő, úgyhogy jó kilátás van a Duna partra, a Dunára. Távol van a Naszály. Balomra pedig a Pilis-Visegrádi hegység. Ott pedig egy gyerek kenu hadosztály. Talán közelebb érek, lehet hallani őket. Nagyon boldogok, mondjuk ezek inkább csajok, szinte. Jó kis erdei út. Mellettünk a főút. Nem sokára Vácon leszünk. Hát az leszek. Hát egy hatalmas nagy bojt kellett kielőzni. De sikerült. Nem mint a sietnék, de azért a 13-as tempó az ezen a sík terepen annyira nem kóser, legalábbis nekem. De amit látjátok, előttem is egy nagyobb boly. Mármint remélem a kamera látja őket a kanyarba. Hamarosan Vác következik. A 42. kilométerbe léptem. És itt üdvözölnek is minket. Meg van Vác. Hamarosan beérek a Váci Dunapartra. Ott majd kis reggeli következik így. 12 magasságában, vagy hogy. Amúgy ez például hangulatos, ez az erdei út. Télünk egy jó 40-50 méterre a Duna. Nyári dögmelegben ez az árnyas tökéletes lehet. És a hangulata is megvan, csak rengeteg a hobbi kerékpáros. Az ember haladni kell, akkor hát haradni akar, akkor türelmesnek kell lenni sajnos. De nem baj, mert legalább ők is tekernek. Nem otthon ülnek a tévé előtt. Igaz, most már vasárnap is lehet vásárolni. De az egy másik történet. Szóval akkor hamarosan ténylegesen Vác következik. Ez még olyan, mintha Váci erdő lenne. No, ez már ténylegesen olyan, mint Vác. Ott vár minket a szokásos templom. A nagy rét a Duna mellett. Eszméletlen hangulatos egy hely, már ritkán járok erre. Próbálok egy jó szeget elkapni a templomról, de hát tavaszon burjánzik a növényzet. Talán egy kicsit közelebbről ott. Na itt a templom maga. Azért, de szerintem nem olyan rég még a susnyásban. Bíró Géza köszönt rám. Nem tudom, hogy ő megismerte vajon, avagy nem, nem hiszem, de gratulált a csomagoknak. Na úgyhogy, ha Bíró Géza te voltál, akkor üdv innen is még egyszer. Na és akkor megtámadjuk a Dunapartot. Valami fasz a panorámás helyet kajálni. Na, amint halljátok, jó ebédhez szól a nóta, úgyhogy jó étvágyat mindenkinek. Én most itt egy kicsit megpihenek. Jó idő van. Most még nem zavar a nap, mert ugye május van, 20 pár fok.
és még csak barnulni kell. Ha már azért főtérre nem mentem be, elnézést azoktól, akik esetleg kíváncsiak lettek volna rá. Helyette itt van a híres neves Váci börtön. Aki még nem látta, annak megmutatom kívülről, belülről nem fogom, remélem. Hát bíztam benne, hogy lesz egy kis kilátás, helyette azért Dunát tudok mutatni, esetleg ott a fák között talán. Jól néz ki ezekkel a felhőpamacsokkal. Remélem azért zivatar nem lesz, nincs kedvem elázni. Következik a Vác utáni egyetlen látnivaló. Egy alagút. És kezdődik megint. Jó van. Hogy lejtő van. Egy jó kis 36-tal való gurulás nem olyan rossz. Na visszamegyünk a kerékpár útba. Itt mellettünk a főút. Irány szop továbbra is. Gyönyörű szép szocialista betonlapok közepette Nagymaros környékén kerékpározva. Látott már elhagytam kb. 13 kilométerre. Útközben egy kicsit beszélgettem egy bringás ráccal. A legjobb dolog arra, hogy elbasszuk az időt. Remélem nem fel meg annyira a kép, mint ahogy én látom. És így gyönyörködni. Azt mondja, hogy már egy óra elmúlt, úgyhogy kicsit tipliznem kellene, ha akarok még valamit ma a Börzsönyből. Mert azért este 8 körül sötétedik, úgyhogy idő azért van. Látszik azért van kerékpáros forgalom. Hát ma azért láttam egy pár csomagos bringást rajtam kívül is, úgyhogy ennek én csak örülni tudok. Hát remélem a kamera visszaadja, persze nem a fákat, hanem a jó kis árnyas hegyoldalakat. Ez méletlen jó, ahogy megsüti a nap, és árnyékot vetnek. Egy oldalra a fenyők. Én már látom a Visegrádi várat. Eszméletlen jó idő van. Nem igazi tekerős idő, annyira tök meleg nincsen, de hideg sincs. Hát eszméletlen ráz az út, úgyhogy remélem ez jó lesz a felvétel. Na itt kicsit balra mögöttem a Visegrádi hegy. Akarom mondani, a vár. Hú, ez nagyon rossz ez az út. Mondjuk, a látvány ez nem semmi. Ez tetszik. A tulajdonom Visegrád van, ez pedig már nagy, majdnem kimondtam. Szóval Nagymaros. Jelenleg a 63. kilométer taposom. És nagyjából még egy olyan 13 kilométer szob. No. Üdvözlök mindenkit Visegrádon. Ott van fenn a vár. Lehet benne gyönyörködni, remélem a kamera is látja. És akkor
kávé elfogyasztás következik. Hozott anyagból természetesen. Előbb még megmutatom a várat nektek is közelebbről. Nagymaroson vagyok. És a vár maga. Persze tudnék célozni is. És hát ugye, ez már a Duna-Duna kanyar. Szépen lassan csordogálok majd felfele. A gépjármű még egyben van, még bírja. Jól sem mondok egy számadatot, azt mondja 64 kilométernél vagyok. És hát fél kettő van, úgyhogy még nem szerintem időben vagyok, és 26 fok, ami azért annyira nem rossz. Na, szóval ebben a panorámában fogyasztom el a kávémat. Nagymaros után nem sokkal a kerékpárút. Valljuk be, nem csúnya. Úgyhogy sajnálom, hogy a fák kitakarják a látványt, de valószínű kellenek oda, hogy megfogják a földet. Lent bográcsoltak, horgászok valószínű. Na majd, ha lesz jobb rálátás, akkor bejelentkezek. Na. Na, egy komplett bringás csoport. Csak hogy meglegyen az érzés, hogy kerékpárral vagyunk. Ha még nem mondtam volna, Budapestről, az Euróvelló 6-on jövök, a Duna mellett, a keleti oldalon. És ha jól hallom, akkor németek. És hát nem csoda, hogy megálltak. A panoráma tényleg jó, még így visszafele is. Mondjuk, valljuk be, azért föntről szebb, illetve az ellenkező irányból Budapest felé látványosabb. Az út maga, de hát most ugye más az úti célja. No, elértem a kerékpárút végébe. Ez itt már szob. Ott áll bent a komp. Itt kéne folytatni az utat, az Euróvelló 6-on állt a komppal, lehetne tovább menni Esztergom irányába. Na, én ezt most kihagyom. Ottan esküvő van, de nem hiszem, hogy rájuk tudok zoomolni. Inkább gyönyörködjünk a panorámában. Mutatom a menüt. Zsúrvetni. Angol kolbászra a legjobb. Ott megjön egy uszály. Kicsit sokat eszek, de hát ez van. Éhes az ember. És hát ebben a panorámában fogyasztok ismét egy kis ebédszerűt. Most abban bízok, hogy azok a felhők nem erre jönnek,
nem úgy nem néznek ki csúnyán innen. Én elvileg arra megyek, igaz a Dunától lassan elbúcsúzok, azaz most. És majd az Ipolyt fogjuk látni, ha az erdő is engedi. Na jó, van, remélem a nappal azért lehet látni. Hát erre nem számítottam, hogy le fogok égni. No, előttem már a Börzsöny lábai, illetve félelemre adó okot egy kicsit jobbra tőle, nem a kutyás néni, hanem az a nagy sötét kék ég ott. Hát bízok benne, hogy nem arra jön, amerre én megyek. Bőven ráér elmenni mellettem. Ez már Letkés felé vezető kerékpár út, akarom mondani autó út, de ez az Ipoly menti kerékpár út része. Innentől már emelkedik kicsit az út, lesznek dimbek dombok. Hát eddig szinte emelkedési rekordot nem döntöttem, ez alatt a közel 79 kilométer alatt. És akkor itt mutatom, hogy Szob települését elhagytam. A Duna part az szép volt. Csak az a nagy sötét kékség az nem tetszik ott. No. Egész Kemencéig fogok haladni ezen az úton. Mária Nostra felé most nem megyek föl. Már bevallom, még nem jártam arra. Na, Ipoly szalka, szalka Letkés. Hamarosan becsatlakozik bálénk az Ipoly. Sokat nem fogunk látni belőle. De jó, ha tudjátok, hogy majd itt van. Én tudom lelkileg. Na hát úgy tűnik, nem úszom meg. Már a mákon van, akkor ez csak a széle. És itt Letkésen egy busz megállóba, a kocsmával szembe találtam nagyon jó kis fedezéket. Remélem, hamar elmegy. Eddig kényszerpihi van. Íme a jármű. És a tökéletesen fedett busz megálló. Minden oldalról. És ott van ez a csúnya kék ég. Ajaj, ajaj. Hát, hello. Kint esik. Ennyire nem örülök neki, de ahogy néztem, a szélén vagyok, úgyhogy talán megúszom. Egy kis pihenővel persze. Mutatom azért az ideális pihenőhelyet. Ott kint azért most már neki kezdett az eső. Nem tudom mennyire látszódik, de arra ott azért világosabban. Fenn a hegyen esik viszont. Nagyon. És elvileg arra lefele megy. Nekem meg ugye az úti célom arra fölfele van. Na hát én itt addig elfoglalom magamat. Valamivel? Nem bízok benne, hogy nem kell sokat áldogálni. Mehetnék ugyan, de esőben nincs kedvem menni. Na hát. Úgy néz ki, most már a Börzsöny. A széle kicsit alább hagyott. Ipoly tölgyest hagytam el. Ugye az Letkés után pár kilométerrel van. Ott is be kellett még húzódnom egy nagyon kicsit. A
Hát a két település között ez véletlen oldalszelem volt. Igen, csak be kellett feküdni a bringának, ahhoz, hogy az úton tudjam tartani. Talán most már nem tart vissza semmi, úgyhogy irány kemence. Eszméletlen jól néz ki a Börzsöny alja. Mutatom még egyszer, ott megy a viharfelhő. Elvileg már Pesten tombol. Szerencsére én megúsztam, csak a széle volt. Fölvettem már az esőkabátot. Kicsit lehűlt a levegő. Aztán pont. Ez még mindig az Ipolymenti kerékpárút. Nem tudom, mennyire adja vissza a kamera. Egy három lépcsős domboldalba tartok éppen. Elhagytam már a 101. kilométert is mára. És már úgy vagyok valahogy, nem fogok sietni. Végül is 4:30 van. 8-kor sötétedik. Körülbelül addig elkolbászolok szépen. Mellettem a Börzsöny. Kemencénél lekanyarodtam be a faluba, a kis vasút felé, és most hát itt látszik valamennyire a sín. Nem tudom, hogy jár-e még a vonat, nem hiszem. Szóval ezen az úton megyek Diós Jenő irányába. Ez egy erdei út. Eljár a kis vonat, úgyhogy mindjárt készítünk róla felvételt. Ilyen unott fejű mozdonyvezetőt még életemben nem láttam. Fején a zajvédő fül hallgató, vagy mi a fene. És csak így nézett ki bambán. Persze így oldalra, mert egyenesen nem tud elférni, akkora nagy darab volt. Azért így 5 óra után hangulatos az erdőben, a kemencepatak mellett. Sajnos van autóforgalom, ami annyira nem tetszik, de hangulatos, csak kéne valami kajáló hely. Igaz, valószínű, itt már kilátással nem lesz. Kiegyezek egy kényelmes útpatkával is. Csak muszáj ennem. Na, akkor mutatom a tökéletes erdei kajálóhelyet. Itt van a gyeplős kút. Itt lehetne akár sátort várni ott benn, de ahhoz még korán van. Igaz, mondjuk itt van az út mellett, de esetleg, na, és akkor van tűzrakóhely, van újabb tűzrakóhely, itt van a kutunk, amiből most hát nem nagyon csörgedezik a víz, de ez a gyeplős kút, és akkor a bicikli letámasztva, és akkor hát a kisebb takarítás után a mai menü akkor csilis bab, így hidegen magába. Hát,
Úgyhogy jó étvágyat! Hát ennél hangulatosabb helyet nem találhattam volna kajálni. Bár vannak itt különböző élőlények, nem négy lábúak. Ismét úton. Kicsit már meghosszabbodott az árnyékom, viszont a kemence patakvölgye az egy kicsit szétnyílt. Mi van mit mutatnom most? Bevallom, egy kicsit elfáradtam. Azért március óta ez a következő nagyobb túrám, cucca. Most ugye nehezebb is vagyok, sátorra meg jó pár felesleges cuccal, amit bepakoltam, csak hogy szokjam a súlyt. Ugyanis egy hónap múlva Szlovénia vár rám, oda pedig fel kell készülnöm. Diós Jenő felé a hegyi szakaszt egy kicsit megnyomtam, hogy nehogy rám sötétedjen az erdőben. Kicsit térképet bújva, közben mutatom a környéket, hogy hol vagyok. A térképet bújva azt néztem, hogy hát muszáj lejönnöm Diós Jenőre, és utána egy kicsit kijöttem, és itt találtam szálláshelyet. Nem a legjobb, már ott van az út, ami a főút felől jön, mondjuk jó távol van onnan. Ha valaki jön, akkor egyből rám lát. De ahogy látjátok, hát ilyen kerítéssel elkerített. Eszméletlen jó, mondjuk pont itt nem, de ott kicsit hátrébb jobb sátorhelyek vannak. Hát bocik vannak a háttérben, azoknak a hangját hallom. Remélem, hogy kórusban nyomják egész éjszaka. 8 óra lesz lassan. A börzsöny. Ott meg már elbújt a hegy mögött a nap. Hát az egy kicsit átírta a túratervet, de majd még kitalálom. Már vissza kell másznom elég sokat Diós Jenőnél ahhoz, hogy a királylétre visszajussak, hiszen az a terv, hogy a királylét nagy börzsöny felé egy kerékpárút, de hát az majd a holnapi nap, azt majd elmondom. No, mondok akkor számadatokat, közben kapom itt az üzeneteket otthonról, aggódnak értem. Azért is kellett lejönnöm ám a hegyről, mert nem volt egyáltalán téről, és megígértem otthonra, hogy telefonálok, ahogy aggódjanak. No hát akkor reggel 9-kor indultam otthonról, majd este 80 majdnem, és akkor a mai adatok azt mondja, hogy 132 km, nagyon ügyesek voltunk, szerintem mutatom is hát, ha látja a kamera, tehát így 132 km, majdnem 7 órát csücsültem a nyerekben, átlag 19 km, ami nagyon ügyes. Így jobban lát a kamera, és akkor mutatok, 774 méter szintet összeszedtem, hát itt Diós Jenő felé volt egy kis hegyem, ott volt ugye a legmagasabb pontom 503 méterrel, hát ezt futottam a mai napból. Tartsatok velem holnap is, az is egy izgalmas nap lesz. Remélem az eső már nem fog jönni, ne is legyen.